apa, most jól befűtöttünk magunknak. Végül is csak egy tizedikessel és hát az összes 12-essel rúgtuk össze a port. Egyébként már kezdem az edzeni újra, úgy nézel kint egy lány. Papa, ez az én álcám. Egy lányos külső, ami egy acélerő izomrobotot akar. Jó, csak el ne fújjon a szél acélrobot. Ne izgulj, papám. Egyébként meg, ha tegnap nem szedlek ki a kis törpe szenszei karmai közül, akkor mi miszlikbe aprított volna, vágod? Ja. Wow, jó sokan olvasnak minket. Bár ez aztán meg se közelíti azt, mint amikor még én voltam a főszerkesztő. Hát reméljük, hogy a reakciók se fogják megközelíteni azt. Kizárt, hogy ebből baj legyen, Döme is mindenre rábólintott, szóval közös a felelősség. Igen. Ha! Lillácska! Jó napot, igazgatónő! Örülök, hogy sikerült megérteni, amit kértem. Ez pontosan az, amire gondoltam. Nagyon örülök. Az az igazság, hogy próbáltam megtalálni az iskola érdekei és az olvasók érdeklődése köre között az egyensúlyt. Szerintem sikerült. Látod, Mira, lehet ezt így is csinálni, hogy érdekes is legyen, és a biztosítékot se verje ki. Látom. Csak így tovább, lányok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Viszlát. Látod, Lilla, tudsz te mindent, én már teljesen felesleges vagyok. Aj, ne izélj már, a fele ötletet te súgtad le nekem. Igen, de nekem nem jár második esély. Egy hiba, és Mira már is liba. Lehet, hogy inkább a versírással kellene foglalkoznod, nem? Nem, ezt meghagyom Borinak, köszi. És ez milyen? Nézzétek! Szia! Veled meg mi történt? Volt egy kis összetűzésem a testőreiddel. Somára és a Gergőre gondolsz? Miért vannak mások is? Hát tudod, ők nem a testőreim, hanem a barátaim. Te uszítottad rám őket? Mi? Én nem uszítottam senkit. Mindegy, bepróbálkoztak a kisfiúk, de most már tudják, hogy velem nem lehet szórakozni. Ti berekedtetek? Ugyan kérlek. A harcművész nem berekszik, hanem győz. És te győztél? Szerinted? Akkor... Mi van akkor? Hát kussoljál és húzz el innen! Mit csináltok? Elment az eszetek? Hogy hívnak? Áron. Ez a teljes neved? Vagy csak nem tanítottad meg? Szentesi Áron. Téged? Gál Csaba. Hova jártok? 11. A. 10B. Várj egy kicsit, légy szíves. Szóljál kérlek Döme tanár úrnak és kis tanárnőnek, és mondd nekik, hogy jöjjenek ide. Szépen megvárjuk az osztályfőnökeiteket, és megbeszéljük ezt az ügyet. Ez egy iskola. És mi van kiírva a kapu fölé? Állatkert? Na, akkor jó lenne, ha úgy viselkednétek, mintha ezt tudnátok is. Lilla, hallom, az igazgatónő kedveli a munkádat. Hát, egyelőre. Ne legyen kishitű. Szerintem az igazgatónő nem véletlenül szavazott neked bizalmat. Hát, azért nem örülök, hogy Mira helyére került. Ezzel most nem foglalkozz. Ha Mira azt csinálta volna, amit megbeszéltünk, még ő lenne a főszerkesztő. De ő csak azt akarta, hogy sokan olvassák a blogot. Mindegy, mit akart. Mirának általában nem a szándékaival, hanem az eszközeivel vannak problémák. De például most is nagyon sokat segít. Én azért vigyáznék. Mira segítsége kétérű fegyver. Hát, szerintem most már sejtő, hogy túltolta a dolgot. Nem baj, az most már nem számít. Viszont te legyél talpra esett és magabiztost. Ne hagyd, hogy a fejedre nőjön. Jó, megpróbálom. Jó? Egyszer már belebuktunk abba, hogy szabad kezet adtunk neki, nem akarok többet ilyen helyzetbe kerülni.
Jó, de Mira mégiscsak a barátnőm. Nem. Ő csak egy újságíró, aki megírja azt, amivel te megbízod. Jó, nem tudom, hogy van-e bennem annyi. Elnézést, Tanár. Igen? Andorné talán ő küldött, hogy szóljak vele, akik összeverekedtek a mosdó előtt. Mi? Te mit csinálsz itt? Felvételi előkészítő. Na most szivatsz. Anyuék nem mondták. Ezt nem hiszem, a másik iskolát nem találtál? Ez van a környéken, te is ide jársz. Jó, akkor most megfordulsz, hazamész és keresel egy másik sulit. De most mi bajod van velem? Az, hogy elég, hogy otthon fárasztasz, még itt is. Oh, nem már. Szinte te vagy az iskola sztárja. Te döntöd el, hogy kik járjanak ide és ki ne. Nem, ha én dönteném, mert akkor be se jöhetnél. Nagyon biztos vagy. Nagy a pofád. Jaj, de cuki. Nem sokára én is itt leszek. Nagy csajogzógép az öcskös, csak hát van barátnője. Ja, majd elmesélem az első randiukat. Elég itt tanulságos, főleg a modásoknak. Nyugodjál már le! Te nyugodjál le! Na, ezt hagyjátok abban most, jó? Aki előkészítőre jött, az kövessen. Gyertek. Ebben meg ne jeld vele magad. Puszza. Ne pofázzál itt nekem, jó? Mm. Menjél befelé. Fú, nem hiszem el. Nézzétek, ez egy iskola, ahol az erőszaknak semmilyen formája nem megengedett. Ami ma történt, annak lesznek következményei. De mielőtt eldönteném, hogy mik lesznek ezek a következmények, szeretném, ha valamelyikőtök elmondaná, hogy pontosan mi történt. Csak egy véletlen baleset. Áron, úgy látom, te nem akarsz együttműködni velem abban, hogy tisztállássak az ügyben. De igen, csak... Csaba, esetleg te? Benned igazán nagyot csalódtam. Elnézést kérek, igazgatónő. Az most itt kevés lesz. Az idén már éppen elég engedményt tettem, hogy kipróbálhassd magad, vagy megvalósítsd az álmaidat, vagy nevezd, ahogy akarod. Így van? Így. Na, akkor legyen az, hogy még egyszer utoljára megkérdezem, mi történt pontosan, és te válaszolsz, rendben? Csaba, mi történt pontosan? Tényleg nem egy véletlen baleset volt. Na, szinte sejtettem. Valaki hónapokkal ezelőtt elkezdett fenyegető SMS-eket írogatni egy ismeretlen számról. Fenyegető SMS-eket? Igen, és nagyon megijedtem, és nem tudtam, hogy kihez fordulhatnék segítségért. Mondjuk például szólhattál volna nekem? Csak nem tudtam, hogy bárki ebbe tud-e nekem segíteni. Aztán fogtam magam és számot cseréltem, de nem sokkal ezután újra kezdődött az egész. Aztán kiderült, hogy Áron csinálta. Arra gondoltam, hogy folytathatnád a divatblog szerkesztését. Persze finomítani kellene a stílusodon, de... Finomítani, amikor pont ez a lényeg az egésznek, hogy ütős legyen. Mira? Jó, tudom, hogy el kéne engednem, csak tudod, nem könnyű így, hogy tudom, hogy hogyan kellene hatással lenni az emberekre, hogy hogyan kéne ütős cikkeket írni. Meg van kötve a kezem is. Ez, hogy te lettél a főszerkesztő, miközben... Miközben? Jó, Jusszikám, nem úgy értem, csak te ilyen finom lelkű lány vagy. Ugye tudod, hogy nem én akartam ezt az egészet? Tudom, persze, és nincs is harag. Jól fogod csinálni, főleg, ha hallgatsz rám. Persze, hogy hallgatok rád. Igen, és szerintem neked nagyon jó a diplomáciai érzéked. Én meg tudom, hogy mitől döglik a négy. Oké, rendben, csak kérlek, tartsuk tiszteletbe az iskola érdekeit. Nem akarok balhét. Jó, nyugi, az elején meghúzzuk magunkat, megírjuk a sok bugyut a cikket, amit akarnak, és aztán idővel majd belevágunk. Jó, azért várjunk még a hosszú távú tervekkel, oké? Várj, ha akarsz, de szerintem csak úgy érdemes belekezdeni, hogyha igazán hiszel benne. Persze, igazad van. Na, mondjuk te nem kezdted volna lesz nélkülem, de ez most mindegy is. Na jó, akkor elvállalod a divatblog szerkesztését, vagy nem? Persze, meg ki ért itt jobban a divathoz, mint én? Áron, Csaba, ti most elmehettek. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
hiszem el, hogy hónapokig nem szólt egy szót sem. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de mostanában, mintha kicsit kicsúszott volna a kezedből az irányítás. Igen, észre kellett volna, hogy vegyem. Észre bizony. És neked is. Régen a srácok csak összeverekedtek simán és kész. Igen. Azzal, hogy neteznek, mobiloznak, a konfliktusok olyan új lehetőségei nyíltak, amiket nem lehet átlátni és ellenőrizni. Hát így ez egy sokkal komolyabb probléma most, mint amilyennek elsőre tűnt. Hogy egy ilyen zaklatási ügy hónapokig rejtve marad, az arra utal, hogy nekünk is el kell gondolkoznunk, hol hibáztunk. Igen. Igen, különben most, hogy visszaemlékszem, tényleg volt egy időszak, amikor Csabi sokkal labilisabb volt, mint általában. Na hát most már ez mindegy, ami történt, megtörtént, de elvárom, hogy a jövőben sokkal, de sokkal körültekintőbbek legyetek. Tibor, tudom, hogy szeretnek a gyerekek, de mostanában kicsit a fejedre nőttek, nem? Igen, igen, már erről beszéltem az előbb velük. Én pedig beszéltem Andornéval, és vállalta, hogy átveszi a 11. osztályt földrajzból. Andorné! Na, ezzel a fegyelem kérdése megoldódni látszik. Meg a jó hangulat is. Csabi és Áron sajnos igazgatói intőt kap. Válnék tőled, szívemet kitépném. Ha fájna Isten, nyugodtabb lennék, és nélkülem te is boldogabb lehetnél. De ott van újra a már meglévő rend, az a tekintély, egyházunk szava. Gyere! Bori. Nem pont úgy ért véget az este, ahogy én azt szerettem volna. Hát sajnálom, hogy csalódást okoztam már megint. De kötelességtudó jó gyerek vagy. Na, csak néha hozok egy szégyenteljes négyes, nem? Engeded, hogy befejezzem? Szeretném, ha tudnád, hogy egyáltalán nem igaz, amit mondtál. Melyik része? Hát az, hogy mi nem foglalkozunk azzal, hogy te mit szeretnél. Igenis foglalkozunk azzal, de a tanulásnál, még hogyha te ezt most nem is látod be, nincs semmi fontosabb. Szerintem igyekszem is. Igyekszel, igen, de az igyekezet nem elég. Amikor mi apáddal többet követelünk tőled, az nem azért van, mert ellened vagyunk, hanem éppen azért, mert szeretnénk, ha neked a legjobb lenne. Lehet, lehet, csak közben elfelejtitek, hogy már nem vagyok óvodás, tudod? Felnőtt nő vagyok. Érdemelnék egy kis bizalmat. Dehogy vagy felnőtt nő, gyerek vagy még. Na jó, akkor ebben nem fogunk közös nevezőre. És nem is akarok, mi vagyunk a szüleid. Na igen, most jön az, hogy amíg a ti házatokban lakok és a ti kenyereteket eszem, csak nem szeretném, ha az történne, ami tegnap este történt, hogy egyszerűen se szó, se beszéd elrohaz, rám csapod az ajtót és eltűnsz. Jó, tehát én nem veszitek figyelembe, hogy én mit szeretnék, akkor szerintem nekem sem kell figyelembe venni, hogy ti mit akartok. Ezt a szemtelenséget meg egész egyszerűen nem tudom. De minek beállítasz a sarokba? Na jó, van, majd hagyd abba, és majd, hogyha megnyugodtál, akkor visszajövök, és akkor folytatjuk. Ennek így semmi értelme. Na, legalább egyetértünk. Szóval ezért vagyok tök bizonytalan, mert nem tudom, hogy mit kéne mondanom, vagy hogy kéne döntenem. Hát szerintem nem ilyenekre kéne pazarolni így a tehetségedet. Hogy ott alkoholizált részeg embereknek énekelj. Jó, de ez az első, hogy felkerestek, és csak engem. És szólóba lennék. De te el akarsz menni? Te ezt akarod? Ez az, hogy nem tudom, csak ez is egy tök jó gyakorlási lehetőség, nem? És mióta ismeritek egymást? Hát igazából nem ismerjük egymást. De már csatáltunk több mint egy órát. És volt szó Gázsiról? Szerintem ingyen akarják. Á, ne vállal, de... Ne? Hát, figyelj, a te döntésed, a te életed, de igazából tudod, az van, hogyha most elkezdesz dolgokat elvállalni ingyen, akkor később majd, hogyha akarsz pénzt kérni, te nehezebb lesz. Ja, mondjuk erre nem gondoltam. Jó, de ki tudja, mi lesz, lehet, hogy vele másképp lesz. Hát, igen, viszont most kéne átgondolni ezeket a dolgokat, mert ez befolyással tud lenni a jövődre. Köszönöm. Jó. Beszélünk. Hello. Viszlát.
Nos, sajnos nem tévedtem, amikor a múltkor azt mondtam, hogy változtatnunk kell. Tanár úr! Nekem is, nektek is. Az elmúlt időszakban történtek olyan sajnálatos események, amelyek indokolttá teszik, hogy szigorúbb legyek veletek. Először is hadd mutassam be Andorné völgy Évát. Mostantól ő fogja tartani a földrajzórákat. És bár most elvileg történelem óra lenne, de a gyorsabb megismerkedés jegyében földrajzóra lesz. Jó szórakozást! Nézd csak meg jól a tükrön át, ez az alak nem is furcsa, csak más. Így most jó, gyere te most magad oda, lesz meg kinek elakad a szava. Így most szép, gyere ne siessünk haza soha, ott csak vár az üres szoba. Örülj ki, ez jó lesz megszokni, csak meg így álmodni, s mindig is fáj azt eldobni. Kell egy új cél, a forrót majd én. Kell egy új cél, a holnapi érzés belefér. Egy új élmény, neked ez pipa,